Egészségügy, költségvetés és természetvédelem. Többek között ezek a témák is szerepelnek ma esti Barcsi krónikánkban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Észrevételeiket és javaslataikat továbbra is várjuk. A képernyő alján található elérhetőségeinken kezdésként lássuk legfőbb témáinkat röviden. A polgármesteri hivatal is részt vesz az oltások szervezésében Barcson. A remények szerint hamarosan oltópont is lesz a városban, a vakcinát és a listákat várják a rendelőben. Az igazgató szerint nem lesz orvoshiány a rendelőintézetben, az intézet minden dolgozója aláírta az új szerződést. A külsős orvosok Barcsi rendelését is engedélyezték a felettes szervek. Mégis lesz ügyelet a Barcsi óvodákban a múlt héten bejelentett zárás mellett, és mától mindenütt kell maszkot hordani a közterületeken is. A várost érintő kérdésekre Kós Csaba polgármester válaszol. Felmérték a fák állapotát a Hősök terén. A vizsgálat második ütemében 14 fát világítottak át. Kivéreztetik az önkormányzatokat, vagy a közös járványkezelés költségeihez járulnak csupán hozzá a helyhatóságok? Milyen költségvetése van az idei évre Barcsnak, mik a kilátások? A polgármestert kérdeztük. Véget ért a sas szinkron. Tágabb térségünkben él a ragadozó madarak legnagyobb populációja hazánkban. Az állomány lassan ugyan, de gyarapodik. A Barcsi polgármesteri hivatal is értesíti az oltásra várókat, ezzel próbálják segíteni a házi orvosok munkáját. A kistérségi járóbeteg ellátó központ a kiadott minisztériumi utasításoknak megfelelően lemondta az egynapos sebészeti műtéteket, várják a vakcinákat, hiszen hamarosan Barcson is lesz oltópont. Lássuk a témával kapcsolatos legfrissebb információkat. E hónaptól az engedélyeket is megkapta a Barcsi oltópont, amelyet a kistérségi járóbetegellátó központ épületében alakítottak ki. Barcs is készül a tömeges oltásokra, vakcinát egyelőre a házi orvosi rendelők kapnak. Március 1-ét oltópont jogosultságot kaptunk, a feltételek meg vannak teremtve, személyfeltétel, tárgyi feltétel biztosított. Igazából mi azt várjuk, hogy mikor kapunk neaklistát és mikor kapunk oltóanyagot. Szeretném hangsúlyozni, ez nem rajtunk fog mondani, hogy kit fogunk beoltani, mert a városban nagyon sokszor lehet hallani, hogy ő megkapta, én nem kaptam. Igazából ez egy NEAK nemzeti egészségügyi alapkezelő által leadott lista alapján fog történni az oltásra váróknak a beoltása idézőjelben. Az, hogy milyen típusú oltással fogunk oltani, nem tudjuk, tehát ami lesz. Tehát gyakorlatilag a véleményem az, hogy mind a négy elérhető oltó típus vagy oltási típus megfelelő. A vakcinát egyelőre Barcson és a járásban is a házi orvosoknál vehetik fel azok, akiket kiértesítenek, és a Nagyatádi Kórház oltópontjára is irányítanak regisztráltakat a Barcsi járás területéről. A Barcsi lakóhelyen rendelkezőket akár a polgármesteri hivatalból is hívhatják, hiszen az önkormányzat dolgozói is besegítenek a szervezésbe, ezt önként vállalta a hivatal. A házi orvosok válláról próbálunk levenni annyi terhet, amire mi képesek vagyunk. Tehát ez úgy működik, hogy a házi orvos a regisztráltak névsorából kiválogatja korcsoport, alapbetegségek és egyéb orvosi szempontok alapján azokat a polgárokat, akik abban az adott vakcinában részesülhetnek. Ezt a listát kapjuk meg, és mi hívjuk fel az állampolgárokat, egyeztetünk, tájékoztatjuk őket, így úgy gondolom én, hogy a házi orvos nyugodtabban tudja az alapfeladatát, a rendelést végrehajtani. Orvos szakmai kérdésekre a hivatal nem válaszol, és nem is dönt ilyenekben, hangsúlyozta a jegyző. Mi tájékoztatjuk arról, hogy a házi orvosa írta erre a listára, annak tudatában, hogy mik az alapbetegségei. A páciensek egy része elfogadja, nyilván van olyan, aki ennek ellenére az orvossal akar beszélni, akkor ám legyen, fölhívja, viszont az idő szűke miatt mi haladunk tovább a sorban. Házi orvos megmondja, hogy adott napra hány fő az, akit oda kell szervezni. Balázsné dr. Vástyán Krisztina azt is elmondta, hogy a házi orvosoktól kapott sorrendben zajlik a telefonos értesítés is, csak abban az esetben ugranak át egy-egy néven, ha többszöri kísérletre sem érik el a megadott telefonszámon egy nap folyamán az illetőt.
Hiába telefonálnak a hivatalba az oltásra várók, erősítette meg a jegyző, hiszen a központi lista alapján haladnak, arra senkit nem írhatnak fel, így előnyt senki nem kaphat a hivatalon keresztül sem. A rendelőintézetben is hasonló a helyzet, tucatjával kapják a telefonos megkereséseket, hogy kinek éppen miért lenne fontos az oltás. Naponta nagyon sok telefon van, hogy mikor, hogy háziorvosok miért így oltanak, miért nem úgy oltanak, ő még kapta meg, mi még kaptuk meg, nem érdemes telefonálni. Fölhívhatnak bennünket nyugodtan, de nem tudunk mondani választ erre. Abban a pillanatban, mikor meg lesz a NEAC lista, mi mindenkit személyesen fogunk értesíteni, és fölhívni, és egyeztetünk időpontot. Az oltás típusa egyes krónikus betegségeknél orvosszakmai kérdést is felvethet. A legtöbb kérdésre azonban megvan a protokoll. Rengetegen érdeklődnek. Tulajdonképpen itt, akiknél gond van az immunológiai autoimmun betegek, azok a saját kezelőorvosukkal konzultálnak. Igazából a krónikus betegeknek megvan, hogy milyen típusú védőoltások javasoltak, 60 év alattiaknak is megvan, és ez alapján fog történni a kiválasztás is, hogy milyen oltóanyagot fogunk kapni. A remények szerint egyre több embert hívnak majd be, és kevesebbet kell utazniuk azoknak, akik oltópontra mennének a vakcina beadatása miatt. Az igazgató elmondása szerint nem lesz orvoshiány Barcson, az egészségügyi jogviszony változása miatt minden szakorvos munkájához hozzájárultak az engedélyeztetést végző kórházak. A rendelő dolgozói közül is minden eddigi munkatárs aláírta új szerződését. Szünetel az egynapos sebészet, ám a többi rendelés a megszokottak szerint telefonos egyeztetést követően fogadja a betegeket Barcson. Ebben az egészségügyi törvény változásai sem okoznak fennakadást, tudtuk meg az igazgatótól. Azok az orvosok, ápolók és asszisztensek, akik az intézmény alkalmazásában álltak eddig, aláírták az új szerződéseiket. A dolgozóink aláírták, igaz, hogy egyeztettünk velük, tehát gyakorlatilag egy hónap egyeztetések folynak, különösebb viták nem voltak, mindenki elfogadta a szolgált jogviszonyt, alá is írták orvosok is, maradtak közreműködő orvosaink, akik változatlan formában csinálják, így van a megbízási szerződéses dolgozókat, azt át kell alakítani. Sok szakorvos eddig is más településről, másik intézményből járt rendelni Barcsra. Azok az orvosok, akik munkaszerződéssel másik intézményben rendelnek, engedélyt kaptak a barcsi munkavégzésre. Hozzánk főleg Kaposvárról járnak orvosok. A Kaposi Móroktató Kórház vezetősége jó hagyta, hogy járjanak hozzá, tehát ott részmunkaidőben dolgoznak, a másik része pedig nálunk. Tehát mi ezúttal is köszönjük, mert nagyon korrektül jártak el, tehát változatlan tudjuk folytatni ugyanilyen óraszámú, ugyanilyen rendeléseket. Néhány héten belül elképzelhető, hogy kissé változni fog a rendelések időbeosztása majd, egyelőre azonban a megszokott napokra jegyzik elő a betegeket a recepción a munkatársak. A rendelőintézetben lesz olyan orvos, akinek változik a jogviszonya, így plusz rendelést is tudnak indítani majd, érsebészeti rendelést terveznek. Van olyan orvosunk, aki közreműködőből látja, hogy egészségügyi szolgálati jogviszonyban neki fog változni a munkaviszonya. Amit hosszabb távon tervezünk, hogy ha vége lesz a járványnak, vagy legalább megszűnik és visszaállunk a teljesítményfinanszírozásra, és sebészeti szakrendelést indítanunk, tehát az egy külön rendelésként fog majd bővülni a palettánk. Ez lehet a jövő, persze csak a pandémia után, addig azonban azt kérik a betegektől, hogy telefonon egyeztessenek időpontot, és azt tartsák is be, akkorra érkezzenek. A hozzátartozóktól pedig azt várják, hogy ne tömörüljenek a bejáratnál, és legyenek türelmesek. Mindez ahhoz szükséges, hogy az egészségügyi dolgozók dolgozni tudjanak, a betegek pedig a körülményekhez képest gyorsan és hatékonyan juthassanak ellátáshoz. Korlátozó intézkedések, maszkviselés az utcán is, Barcson is, és természetesen költségvetés. A költségvetést elég hosszasan fogjuk boncolgatni, de mindenek előtt mindenképpen a legfontosabb és legaktuálisabb intézkedésekről beszélgetünk. Barcsváros polgármesterével, Kós Csabával. Üdvözlöm a stúdióban, szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket!
A beszélgetést a délelőtti órákban rögzítjük, úgyhogy ezt figyelembe véve kezdjük is el a legaktuálisabb témákkal. Újabb korlátozó intézkedésekről döntött a kormány, és most már az utcán is maszkot kell viselnünk. Ugye a korábbiakban a polgármester hatásköre alá tartozott, hogy erről dönthessen, azonban ezt most felülíródott, és most már mindenki maszkot visel az utcán is. Barcson, az óvodák esetében is született ugye döntés, hozzátartozik még az aktualitáshoz az, hogy a hétvégén elég nehéz volt eldönteni, hogy lesz-e az intézményekben felügyelet, vagy sem, az étkezést hogyan fogják biztosítani, járjuk körbe ezt a két témakört. Hát igen, elég kaotikus volt a hétvége. Pénteken egészen másfajta információk láttak napvilágot, szombaton ez változott, és ugye most hétfő délelőtt van a reggeli órákban. Egy biztos, hogy Barcson, ahogy említette, a maszkviselése kötelező, nem csak Barcson, Somogytarnócán és Drávaszentesen is, tehát ha kilépek az utcára, maszkot kell viselnünk. Ez egy nagyon fontos dolog, erről a lakosság ne feledkezzen meg, a kormányrendelet ezt tartalmazza. Az óvodákkal, iskolákkal ugye úgy mentünk el hétvégére, hogy nem lesz ügyelet. Így készültünk, és szombaton ugye változott a helyzet. A most reggeli órákban, ha visszamegyek a hivatalba, akkor már tudom azt, hogy a óvodákba egyet, kettőt, vagy esetleg hármat kell kinyitni. Természetesen lesz ügyelet, a szülők jelezhetik a vezetőóvónok felé, illetve mindegyik tagóvoda felé, hogy szeretnék hozni a gyermekeket. Az étkezésről ugyanúgy, mint az első hullámba, a másodikba, most a harmadikba is a főzőkonyhánk rendelkezésre áll. Főzünk természetesen mindenkire, ezt a szolgáltatást továbbra is biztosítjuk, és biztosítanunk is kell, és le lehet adni az iskoláknál is a jelentkezést, illetve a központi konyhán, hogyha a gyermeknek igényelnek étkezést. Egy dolgot nem lehet, hogy ott a helyszínen elfogyasztani, el lehet onnét vinni mindenkinek, és természetesen akik külsősök és igényelték, és onnét viszik el az ebédet, az étkezést szintén tudjuk biztosítani. Igaz, hogy egy kicsit kevesebb létszámmal, de a lefőzött adagoknak megfelelő személyzet lesz, aki kiszolgálja úgy a Barcsváros lakosságát, mint az iskolákat is. Amikor az új szabályozásokat és korlátozásokat bevezették, tisztán emlékszem, hogy nem volt határozottan egyértelmű az, hogy lesz-e bölcsöde, vagy nem lesz bölcsöde. Aztán ugye pénteken reggel megtudtuk, hogy a bölcsödék nyitva tartanak. Ott van valamilyen korlátozás, teljes létszámmal működhet, vagy ott is ügyeleti rendszer van? Mit tudunk erről? A bölcsöde működni fog, működnie kell, hiszen az édesanyáknak, hogyha van munka lehetőségük, akkor elsődleges, hogy tudjanak dolgozni. Itt szintén a mai nap fog kiderülni délelőtt folyamán, hogy mind a két csoportot tudjuk a bölcsödébe fogadni, hogyha mindenki hozza a gyermekét, akkor is rendelkezésre áll a városnak a bölcsödéje, ha nem, akkor csak ügyeleti létszámmal fogunk részt venni, de a bölcsöde ebbe az elkövetkező 3 hétbe, ami húsvétig tart, nyitva lesz. Tehát ott elméletileg nincs olyan, hogy ügyeleti rend, ott, hogyha mindenki igényelné a gondozást, akkor minden kis gyermek mehetne. Így van, minden gyermek mehet, hiszen a bölcsöde az egy másik kategóriába tartozik. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy a bölcsöde működjön, mert így tudunk segíteni a szülőknek ahhoz, hogy tudjanak dolgozni és pénzt keresni. Így van. Hogyha már arról beszélgetünk, hogy mi az, ami nyitva van és mi hogyan működik, akkor mindenképpen a hivatali ügyintézést is korcső alá kell vennünk. A kormányrendelet kitér arra, hogy csak a legszükségesebb ügykörökben lehet a hivatalban foglalkoztatni a dolgozókat, és ahol lehet, meg kell oldani az otthoni munkavégzést. Ugyanakkor a hivatal segíti az oltási munka szervezését is, és a közigazgatásban is mindenféle munkát biztosít. A rászorulók a hivatalban kopogtatnak például segélyért és a rendkívüli támogatásért is. Átalakul-e valamennyire az ügyintézés most ebben a következő 2 hétben? Hát ezt már biztosan tudom mondani, hiszen pénteken megállapodtunk a főjegyzőasszonnyal,
hogy a hivatal nem lesz home office-ba. Mindenkinek a rendelkezésére állunk, mindenféle ügyet intézünk. A mai reggeli órákban is úgy jöttem el, hogy három segéről döntöttem, akik megszorultak most ebbe a pandémiás helyzetbe. Tehát rendesen minden a megszokott ügymenet szerint folyik a hivatalba. Ezen kívül természetesen felvállaltuk azt, hogy segítjük a házi orvosainkat, akiknek nem csak rendelni kell, hanem hatalmas munkát végeznek a pandémiás oltásokkal kapcsolatban. Elég arra csak emlékeztetni a nézőket, hogy most ezen a hétvégén is szombaton a házi orvosi körzetekbe oltásokat kaptak a barcsi lakosok. Barcs városának mind a négy házi orvosát segítjük telefonálással és mozgósítással, nem csak itt a helyszinten, hanem hogyha az oltópontra kell elmenni, és várjuk azt a lehetőséget, hogy a járóbeteg intézményünkbe kialakított oltóponton, ahol jelen pillanatban kettő oltópontra kaptak működési engedélyt, de már olyan jelzés jött, hogy négy oltópont kellene. Ezt is fel tudják vállalni a lenti járóbetegbe, és ki tudják alakítani. Most már csak az kell, hogy legyen listájuk, és legyen vakcina, amit beadhatnak a lakosságnak. Bízom benne, hogy ezen a héten, illetve a március 15-ével lévő háromnapos ünnepen és munkaszüneti napon is tudnak oltani. A főorvos úr ezt jelezte felém, hogy ha szükséges, akkor ők március 15-én is oltják a lakosságot. Abban az esetben, ha ezek az oltópontok effektíve átadásra kerülnek, a háziorvosi rendelőkben is marad az oltás? Vagy természetesen marad, párhuzamosan megy, hiszen én úgy gondolom, hogy a járóbetegnél nem csak talán a barcsi lakosságot kell majd oltani, hanem az egész kistérséget, de hát ide konkrét lista jön, ebben nekünk, mert a város vezetésének semmilyen beleszólása nincs, a házi orvosok kapják a listákat, ők kapják, hogy milyen típusú vakcina érkezik erre a hétre, vagy arra a napra, és akkor az alapján hívják, ők hívják be, illetve adják meg nekünk azt a listát, akiket értesítenünk kell. Úgy veszem észre, hogy Barcsváros lakossága nyitott az oltásra. Nagyon kevés az, aki megköti azt, hogy ezt a felajánlott vakcinát nem fogadom el, de hát akkor majd vár arra, hogy megérkezzen az a vakcina, amit ő szeretne. Hát meg úgy válogatni nem is nagyon válogatnak, úgy gondolom. Így van, tehát gyakorlatilag mindenféle vakcinát már adtak be a házi orvosok, akár a Modernát, most ezen a hétvégén Modernát is oltottak, Pfizert is, kínai vakcinát, AstraZeneca-t ugye a fiatalabb korosztálynak, amit lehet, megtesznek azért, hogy ebből a szorult helyzetből Barcsváros lakossága, az ország, Európa és a világ kikerüljön. Arról már esetleg van információja, hogy mikor fogadhatják el oltópontként ezt a két kijelölt helyet, és hogy mitől függ az, hogy hányadikától lehet Barcson? Az engedélyük megvan, tehát az engedélyük érvényes március 1-jel a járóbetegnél, és arra várunk, hogy bekerüljünk abba a stábba, ahová érkezik a vakcina, abban a pillanatban feláll az oltóstáb, és megvan a lista, és telefon, és érkeznek majd, bízunk benne, az ügyfelek és a polgárok, és fölveszik az oltást, hiszen enélkül nem fogunk tudni kiszabadulni ebből a szorult helyzetből. Ön is megkapta már az egyik oltást, hogyha jól tudom, és lassan, hamarosan a másodikat, és milyen tapasztalatai vannak az oltással kapcsolatban? Igen, én Nagyatádon voltam az oltóponton, és most ezen a hétvégén jár le a három hét, ugye március 1-e előtt kaptam meg a Pfizer vakcinát. Teljesen flottul ment, én ezt a közösségi oldalon kommunikáltam, és hálás köszönet a Nagyatádi Kórháznak, mert gyakorlatilag 9 órára voltunk behívva, és 3-4-10-kor a pihenőidővel, az adminisztrációval együtt távoztunk az épületből. Most 13-án megyünk, azt még nem tudom, hogy hány órára, de több barcsi
lakossal voltunk. Egyszerre két körzetet oltottak akkor a kis doktornőjét és a nuszpi doktorét, de délután jöttek a többiek is, tehát szépen halad az oltás, ezt kell segítenünk. Ön esetleg azt is mondhatjuk, hogy így is részt vesz a védekezésben, hiszen ezzel mindenki mást is védünk, hogyha önmagunkat is oltatjuk. Milyen szerepet vállal esetleg még a hivatal, vagy a polgármesteri hivatal, vagy az önkormányzat a védekezésben, a tájékoztatásban? Itt gondolok oltások szervezésére, információ átadásra, mi az, amit még önök ellátnak? Ugyanúgy, mint az első hullámnál, vagy a második hullám elején, természetesen akár a gyógyszereknek a kiváltása, akár a postai csekkeknek a feladásai, természetesen az idősebbek jönnek szóba, illetve azoknak a kollégáknak, akik a telefonálást ügyezik, hogyha látják, hogy idősebb korosztályt hívogatnak, mert ugye teljesen homogén a lista, és fölajánljuk azt, hogy ha nem tud elmenni, vagy nincs itt közvetlen rokon a városba, akkor természetesen elvisszük, a város autója rendelkezésre áll, elvisszük a házi orvosához, és ott föl tudja venni az oltást, és visszavisszük. Én úgy gondolom, hogy ennél többet jelen pillanatban nem tudunk tenni, ezért is ragaszkodtam ahhoz, hogy a polgármesteri hivatalnak az állománya ne home office-ba legyen, hiszen most nem régen fogadtuk el a költségvetést, és elég sok feladatunk van még azon kívül is, úgyhogy teljes gőzerővel fogunk dolgozni, és bízom benne, hogy ezt a feladatot is sikerrel fogjuk venni. Van egyébként erre igény? Jelezték már akár az előző hullám idejében, vagy most ezt a fajta segítséget igénybe veszik? Most úgy néz ki a dolog, hogy nincs rá akkora igény, mint az egy évvel ezelőtti március-áprilisi hullámnál, de mindig azért van. Meg kell azt is említeni, hogy nem csak a polgármesteri hivatalnak a dolgozói vesznek részt ebbe a feladatba, hanem van, mindenki tudja, a segítőkezek csoport, és ővelük is szoros kapcsolatban van a városháza, sokszor ők mennek ki, és ők segítenek be a vásárlásoknál és az egyéb dolgoknál. Hát ezt köszönjük szerintem a város lakosságának a nevében, és itt is akkor fel tudjuk ráhívni a figyelmet, hogy akinek azonban szüksége van rá, nyugodtan, bátran jelentkezzen, hiszen segítenek a hivatalban. Így van. Jelenleg ennyit az aktualitásról, most tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, hiszen egy elég nehéz témába kell utána belevágnunk, a költségvetésbe, úgyhogy menjünk most tovább az aktuális témáinkkal. Itt a Krónikában folytatódott Barcs köztéri fájnak a felmérése, ezzel fogunk foglalkozni a következő percekben. Ismét fafelmérési munkák folytak a Hősök terén. Barcsváros önkormányzata második alkalommal kérte szakember segítségét a város fáinak állapot felmérésére. Az első alkalommal még tavaly a tér keleti részén található fákat vizsgálta a szakember, most pedig a tér nyugati oldalán található 14 lombos fa következett. A vizsgálat több elemből állt. A fa egészségügyi állapotmérések két részből állnak. Az első részben vizuálisan megnézzük a fát, és megtekintjük annak a jellemzőit. Keressük azokat a hibákat, amik korból vagy valamilyen sérülésből adódóan roncsolták akár már korábban, évtizedekkel korábban a fát, és csak alig látható jelei vannak a kéreg alatt. Majd amikor rögzítettük a vizuálisan látott dolgokat, megmértük a magasságát, megmértük az átmérőjét, akkor utána, hogyha azt látjuk, azt érzékeljük, hogy valami rejtett dolog van a fa szövetében, a fa testben, akkor egy úgynevezett hangtomográfos mérőeszközzel megnézzük a fának a belsejét. Ez egy roncsolásmentes vizsgálat, nagyon minimális roncsolással jár, viszont nagyon pontos képet tud adni a hang terjedésének a kirajzolása alapján arról, hogy a fának milyen belül a szövete. A tér ezen részén álló 14 lombos fa felmérése során többnyire vadgesztenyét, illetve két hársfát vizsgált a szakember. Az utóbbiak már igen régóta állnak a téren, s szemmel is jól látható, hogy számos sérülésen vannak már túl, de törzsük ettől függetlenül jó műszaki állapotban van a szakértő szerint.
Koronalakítással majdnem minden fát érinteni kell. Koronában nagyon sok gombás betegség látható. Hogyha laikusok, a helyben lakók megnézik ezeket a fákat, akkor azt látják, hogy a fáknak a törzsén taplók vannak, szárazágak vannak, amik letörtek, fekete folyások láthatóak a letörött ágak helyén, ez mind-mind gombabetegségre utal. Illetve ami nem igazán látszik, az az, hogy a kéreg alatt ugyan egészséges képet mutat a fa szövete, de több helyen látszik, hogy már elszáradt, és ott mások a rugalmassági tényezője a fa törzsének is, tehát célszerű csökkenteni azt a nyomást, ami a szél hatására a koronából a fa törzsben keletkezik. A fák vizsgálatát egy magyar fejlesztésű egyedülálló műszerrel végezte a szakember, melyhez segítségül gyermekeit hívta, akik jól látható rutinsággal végezték a kiadott munkát. Az eszköz maga az annak az elvén működik, hogyha hangot generálunk egy beütött szögön, akkor a kábeleken áthaladó jelek átkerülnek egy szoftveres érzékelőbe, és mérni tudjuk az összes többi szögön ennek a generált hangnak a terjedési sebességét, és az egészséges faszövetben egyenesen terjed a hang, tehát ott az időarányosság az jól mutatható, viszont hogyha a fa sérült belül bármilyen okból fogva, akkor a hangnak a terjedési ideje az hosszabbá válik, és ezt egy matrixból, egy szoftver segítségével, ami a gépen fut, meg tudjuk nézni, és maga a terjedelem is kirajzoltatható, hogy mekkora belül a sérülés. A szakértői vélemény elkészülését követően lehet majd hozzálátni a fák metszési munkálataihoz, de a szakember előzetes elmondás alapján úgy tűnik, 5-10 évig még menthetőek a tér most felmért fái, azonban gondos és szakszerű ápolást kell végrehajtani rajtuk, hogy biztonsággal sétálhassunk árnyékot adó lombjaik alatt. A metszést a hétvégén kezdik meg a szakemberek. A folytatásban pedig költségvetés, stúdiónk vendége továbbra is Kós Csaba, Barcsváros polgármestere. Az előző percekben, jó hosszú percekben már megtárgyaltuk a legaktuálisabb témákat, hiszen korlátozó intézkedéseket vezettek be, ami természetesen a városunk lakóit is érintette. A folytatásban pedig, ahogy említettem, menjünk tovább a költségvetéssel. Polgármesterként elfogadta, aláírta és ki is hirdette a város idei költségvetését. Ennek a költségvetésnek az elfogadása és a lebonyolítása sem volt hagyományos, mint ahogy azt még a pandémia időszak előtt, ahogy azok lezajlottak. Hogyan működött ez az egész? Hiszen arról folyamatosan láttunk információkat, amelyeket ön Facebook oldalán is közzétett, hogy folyamatosan tárgyalt az intézmények vezetőivel. Hogyan nézett ki ez az elmúlt pár hét, pár hónap? Hát kemény volt, maradjunk ennyibe. Ugyanúgy indultunk neki, hiszen az apparátus nem először csinál költségvetést, mint hogyha tudnánk tartani testületi ülést. Volt olyan intézmény, ahol kétszer, tehát eleve kétkörös volt a kihirdetése és a tárgyalása is a költségvetésnek. Az első körnél mindig a kívánságokat, a vágyakat szokták az intézmény vezetők berakni, és akkor nem titok, egy hatalmas mínusz jön ki, és akkor onnét kezdődik, természetesen ezt kiküldjük a képviselőknek, ugyanúgy, mint az összes többi döntést, elektronikus úton megkapják, kapnak rá 3-4-5 napot, és visszaküldik. Tehát ugyanúgy, mint hogyha lett volna egy rendkívüli testületi ülés, és akkor azon szavazunk. Most itt ugye szavazás nincs, hanem a kiküldött anyag mellett van egy értékelő lap, amin két rubrika szerepel, hogy egyetértek vele, nem értek vele egyet, illetve a lap alján a véleményüket, az indoklásukat leírhatják. Ez volt az első kör. És utána, amikor ezek visszaérkeznek, utána újra leülünk az intézményvezetőkkel, és elkezdjük a nyesegetést, a vágyakat egy kicsit visszavenni, hiszen pandémiás költségvetést készítünk, nem csak a Barcs városa, hanem az ország összes önkormányzata, legyen az kicsi, vagy legyen éppen nagy, vagy Budapestre, ha gondolunk, a székesfővárosra. A második körnél van, akivel
rövidebb egyeztetést tudunk, mert tudomásul veszi, elfogadja. Hogy elfogadja, tudja, hogy mit rakott be, és azt önkéntesen kihúzza. Igen, valószínűleg is úgy készítik el, nem ezt a teret. Igen. Na, ezt bepróbáljuk. Igen, ezt talán erre ad pénzt. Viszont erre mindenképpen. Igen, és van, akivel bizony nem titok, a városgazdálkodásnál négyszer futottunk neki a költségvetésnek a véglegesítésére. Ugye a legnagyobb problémánk a strand, hiszen november 11-e óta nem tudjuk működtetni, bevételünk nincs, ez alaposan megnehezíti az ezévi költségvetésünket, de urrá leszünk majd a helyzeten, és a második tárgyalási szakaszba gyakorlatilag minden intézményvezető, és ezt hálásan köszönöm az intézményvezetőknek, tudomásul vették, hogy ebbe az évben a költségvetésnek az első és legfontosabb prioritása, hogy minden önkormányzati dolgozónak megmaradjon a munkahelye, tudjunk nekik bért biztosítani, azoknak, és most hadd emeljem ki az óvónői társadalmat, hiszen ha jól emlékszem, ott 6 fő, ilyen 30-40 éves munkaviszony után járó jubileumi juttatásra jogosult. Ezeket mind ki fogjuk folyósítani, hiszen elsődleges az, hogy ne kerüljenek a családok, dolgozó egyénei ki az utcára, és segélyért kelljen sorba állniuk. Tehát ez az elsődleges prioritás, hogy munkahelyeket megőrizni. Utána jön az, hogy a fejlesztéseinket és az egyéb már futó pályázatainkat végig tudjuk vinni, és akkor jön a harmadik, hogy az adóbevételeinkből mit tudunk saját erőből majd fejleszteni. Ebből összeállt a városnak a költségvetése közel 6 milliárd forintos főösszeggel. Én úgy gondolom, hogy nyugodt költségvetési év elé nézhetünk, mert a realitások vannak bent. És én bízom benne, ugye itt egy főtétel az iparűzési adónak a megosztása, hogy azokat, mivel mi 25 000-es város alatti létszámba tartozunk 10 000 egy néhány száz fővel. Ezért a kompenzációt mi meg fogjuk kapni. Addig, ugye ez is két részletbe fog majd jönni júniusba, illetve októberbe, addig van a városnak tartaléka, hiszen nem nyúltunk hozzá ahhoz a pénzeszközhöz, amit tavaly értékesítettünk az ingatlanokból befolyt pénz az 61-2 millió forint, tehát ez a rendelkezésre áll, és természetesen várjuk a kompenzációt majd az államtól. Egy pillanatra visszakanyarodva csak a képviselők munkájához, jól tudott ez működni így ebben a formában? Tudtak véleményezni? Volt esetleg fönnakadás? Volt esetleg egy kis húzda a vonal? Nem teljes egyetértés? Nyilvánvalóan mindig van nem teljes egyetértés, de hogyan le lehetett ezt bonyolítani ezek között, a körülmények között? Tehát aki a képviselői munkáját komolyan vállalja, az végigolvassa a költségvetést, nem egyszerű olvasat, jó vastag, és természetesen lehet véleményt hozzáírni, kérdést. Volt olyan képviselő, aki két dolgot megkérdezett, természetesen erre válaszoltunk e-mailbe, mert erre van most módunk, de ugyanakkor volt olyan képviselő, ugye a múlt héten szerda reggel 8 óráig kellett volna véleményezni és e-mailen visszaküldeni az anyagot, a javaslatát, vagy a véleményét, az egyetértését, vagy a nemmel történő szavazását. Rá kellett telefonálni, hogy 8:30 van, és nem érkezett be, és akkor gyakorlatilag az volt, hogy hát elfelejtettem. Na most azt mondta, hogy majd délelőtt érkezik az anyag. Fél órán belül ott volt az anyag, tehát a Barcsváros költségvetése az nem egy fél órás dolog. Természetesen nem támogatta a költségvetést,
tartózkodott. Most azt nem tudom, hogy attól tartózkodott, hogy nem olvasta el, vagy ez volt a véleménye. Nem egyszerű így egy várost vezetni, tehát a képviselőknek egy kicsit komolyabban kellene venni a feladatukat, hiszen a tiszteletdíjukat nem vonta el a polgármester, tehát a tiszteletdíjukat megkapják, és egy ilyen fontos témában, mint Barcsváros költségvetése egy pandémiás helyzetben, hát több komolyságot és egy kicsit felelősségteljesebb munkát szeretnék kérni tőlük. Akkor komoly átgondolást igényel az is, hogy megoldást találjanak egyáltalán a strand problémájára is, hogyha jól értelmezem. Mert ahogy mondta, november 11-e óta zárva van, hónapok teltek el. Meg tudták-e tartani a dolgozókat? Lesz-e átszervezés? Máshol fognak-e megjelenni? Más munkát fognak-e végezni? Hogy néz most ott ki a terv, a megmentő terv? Hát minden dolgozónkat megtartottuk, tehát én ehhez ragaszkodom. Mindahogy ahhoz is ragaszkodom, hogy az óra, a napi munkaidőt ne csökkentsük. Hiszen a strandon például 32 ember dolgozik, az 32 család. Most a március 1-től csináltunk egy átszervezést, hiszen bevételünk nincs. Most olyan munkák, egy része a strandi dolgozóknak olyan munkát végez a strandon, amire pár fillér kell, és mivel hogy van költségvetés, tehát tudunk most már pénzt költeni, és elkezdjük a május 1 utcai kerítésnek a rendbetételét, a fakerítésnek, hiszen az mióta át lett adva a strand, ez nem került lefestésre, és most már igencsak viharvert állapotban van, és kisebb munkálatokat fogunk ott elvégezni, ezek a személyek ott maradnak, a többiek pedig kijönnek a városgazdálkodáshoz, és a városgazdálkodásnál fognak elvégezni kisebb munkálatokat. Természetesen felajánlottuk azt is, hogy aki akar, a szabadságra mehet el, időarányosan letölti a szabadságát, és akkor van egy harmadik variáció, ezzel nem élt senki, hogy közös megegyezéssel egy hónap fizetés nélküli szabadságra megy, hiszen csak abba kell belegondolni, hogy a strandnak a havi bérköltsége 10 millió forint. November 11. És csak a bérköltségről beszélünk. És csak bérköltségről, még szó sem volt. Bérköltségről beszélünk, így van, tehát november 11-e óta így működünk, és azt is hozzá kell tenni, hogy 2020-as évben se tudtunk végig működni. 19 az egy kimagasló jó év volt a strand részéről, ott maradt egy kis tartalék, tehát ebből evickélünk és várjuk a nyitást, és ezért nagyon fontos az, hogy mindenki oltakozzon, és különösen az ott lévő dolgozóknál is egy kicsit kellett a oltakozási kedvet feljebb vinni, mert hogyha megnyílik a strand, akkor nekünk kampány, akciókkal szeretnénk kedvezményes jegyeket kibocsájtani, bérleteket, és visszaszoktatni az embereket a Barcsi strandra, ez nekünk létkérdésünk. Tehát, hogyha a 21-es évet nem bírjuk átvészelni a stranddal, akkor a 22-es év is nagyon keserédes lesz. Hát igen, mert nagyon kevés az a bevétel, amit tovább lehetett vinni. Hiszen a június-július az már valamennyire megindult. Az augusztus mondható jó hónapok volt, és akkor utána és megint utána, vége volt. Utána megint vége volt, tehát látom a dolgozókon is az igyekezetet, hiszen a munkahelyükről van szó. A városvezetése mindent megtesz azért, hogy megkapják a bérüket, meg is fogják kapni. Ezen kívül azt is el kell mondanom, hogy a Fürdőszövetség ugye kérelemmel fordult a miniszterelnökség felé, hogy az önkormányzati strandoknál is lehessen érvényesíteni a bérkiegészítést, a bértámogatást, mert ez idáig nem volt. Sajnos ebben még döntés nincs, de én nagyon bízom benne, hogy a lobby erős lesz, és megkapjuk mi is ezt a bérkiegészítést, hiszen most hadd osszam még meg ezt a nézőkkel, hogy a művelődési házunk ugye zárva van, a kiállítóhelyünk zárva van, a két Drávaszentesi és Somogytarnócai faluházunk is zárva van,
Tehát ott is dolgozóink vannak, akiknek munkabért kell biztosítanunk. Sajnos nem ők tehetnek erről, hogy zárva vannak. Ez maga ez a helyzet, ez a világhelyzet. De levelet írtunk a EMI Minisztérium művelődési államtitkárának, és van egy 5 milliárd forintos keret, és kértük a bérkiegészítéses támogatást, ez a múlt hét elején ment el. Bízom benne, hogy fogunk valamilyen kiegészítést kapni, és ezzel tudunk élni majd a strand esetében is. Igen, a strand esetében is, és ugyanúgy, ha esetleg beszélünk az intézményekről, a strandon az egyesületek nem tudnak működni, tehát nem csak dolgozók nem tudnak munkát végezni, nem tudnak úszóegyesületek edzéseket tartani, versenyeken se lehet ugye pontosan ez miatt részt venni, mert szinte felkészülési lehetőségük sincsen. Azért mindenki valamivel próbálkozik, tehát a művelődési ház is online kiállításokat szervez, a múzeumnál is azért, hát ott leginkább a munkálatok voltak a legfőképp az előtérben, de mindig valaki valamivel próbálkozik. Azért az egész sikeresen működött, én úgy gondolom, az elmúlt időszakban. Aki amit lehetett, azért megtette ezeknek a dolgoknak a lebonyolítását. Én úgy gondolom, hogy a művelődés terén dolgozók, és különösen most még a könyvtárról ugye nem is beszéltük, hogy a könyvtárnál sikertörténet az volt, biztos. A könyvkiszállítás, az ablakból történő könyvelvétel, ugye most megint zárás van, és felszeretném hívni, ugye sokat beszéltünk az oltakozásról, vannak idősebbek is, és ezt a témát még muszáj megemlítenem, akinek nincsen e-mail címe. Ugye, aki elektronikusan szeretné beregisztrálni magát, oda e-mail cím kell. Úgy a polgármesteri hivatalnál, úgy a könyvtárnál ez a szolgáltatás a rendelkezésükre áll. Tehát bátran elmehet oda bárki, ha ő szeretne oltást felvenni, akkor segítenek az elektronikus levelezési címnek a megszerzésébe, elküldik az e-mailt, és már is benn van az illető a rendszerbe, tehát akár a Városházán, akár pedig a könyvtárnál szintén plusz szolgáltatásként ez megjelenik. Most mit tudnak csinálni például akkor a könyvtárnál? A könyvtárnál évek óta, hosszú évek óta, és nem ismerem kimondani, hogy kinek az idejébe volt utoljára olyan leltár elkészítve, ami vonalkódos leltár. Most ugye zárva vannak 3 hétig, és az igazgatóasszonynak az volt a kérése, hogy akkor maradhassanak bent, akinek ugye gyerekelhelyezési problémája van, az természetesen otthon marad, de most van egy olyan nyugalmi állapot, amikor a könyvtárnak a háttérmunkáját el tudják végezni. Ezen kívül örömteli például az is a könyvtárnál, hogy az egyik helyi vállalkozás a számítógépeit lecserélte. Ez szintén be volt tervezve a könyvtárnál, hogy majd cserélünk ebbe az évbe számítógépeket, hiszen elég korszerűtlenek már ezek a gépek, és felajánlotta valamelyik intézményünknek 6 darab asztali számítógépet korszerű monitorral, mert ő újakat vásárolt a könyvelési problémáinak a megoldására. Ezt hálásan köszönjük a vállalkozónak, és a könyvtár így 6 darab korszerű számítógéppel gyarapodott, és a város büdzséje is egy kicsit szabadult ettől a terheléstől. Nem önöket terheli a továbbiakban ez. Több fejlesztésről is beszámoltunk már mi is a Barcs Média az elmúlt hetekben, amit önerőből valósít meg idén a barcsi önkormányzat. Kezdjük az önerős fejlesztésekkel. Mik a 2021-es és év legfontosabb tervei? Hát a 2021-es évben, ugye, amihez minden, tehát gyakorlatilag a pályázatok nagy részéhez valamilyen szintű önerőt kell biztosítanunk. Főleg úgy, hogy egy kategóriával feljebb is. Igen, most egy kategóriával feljebb kerültünk. Amint az aszfaltkezelő üzemek elindulnak, a Bajcsy-Zsilinszky utcának, amit múlt évben nyertünk meg pályázatot, belügyminisztériumi pályázat volt útfelújításra, avval fogunk kezdeni, ehhez is kell biztosítanunk 10-11 millió forint körüli saját erőt, és el fogunk jutni annak az útnak a felújításával egész a Vasvári Pál utca végében lévő Mária szoborig.
Közben ezen a héten, március 12-ig be kell adnunk a 2021-es pályázatunkat, mert időközben kiírtak újra 6 milliárd forint értékű pályázatot útfelújításra. Ezt már kommunikáltuk, a Gárdonyi utcát szeretnénk felújítani, hogyha a pályázatunk nyer. Én bízom benne, hogy az országgyűlési képviselő úr segítségével a pályázataink sikeresen fognak szerepelni. Ez létkérdés, mert az egy nagy gépkocsi forgalmat vívő utca, és már évek óta húzódik a felújítása. Tehát ehhez is majd saját erőt kell biztosítani. Közben folyik ugye a Zöldváros program, és nem titok, hiszen ezt sokszor kommunikáltam, a lenti Fig Park részen én sportközpontot szeretnék létrehozni, ott készül a futópálya, és beadtuk február végével az úgynevezett a gyerekeknek való pumpapályát, ami 50%-os állami támogatás, 50% saját erő, 12 millió forint van betervezve a saját költségvetésből. Avval tudunk plusz pontokat szerezni a pályázatnál, hogy vállaltuk az ez év szeptemberi megvalósítást, ha nyer a pályázatunk, hogy az ez évi szeptemberi megvalósítást. Ezen kívül ugye tavaly ígéretet tettem a nagyvállalkozóknak, akik a keleti ipar területen vannak, hogy a Táncsics utca sarkától korszerűsítjük, illetve létrehozunk közvilágítást. Ez is olyan 10-12 millió forintba kerül, ezt tavaly a pandémia miatt nem tudtuk megvalósítani, de idén ebbe az évbe biztos, hogy meg fogjuk csinálni, erre is rendelkezésre áll majd a saját erőnk. Ezen kívül fogunk pályázni mindenre, ami a város megújításához, korszerűsítéséhez elengedhetetlen. Legelőször is be kell fejeznünk a Zöldváros programot. A jövő hét folyamán kerülnek közbeszerzésre, átadásra az új játszótérnek az elemei, illetve a játszótér a játékelemeknek a közbeszerzése, hiszen ebbe a pályázatban van eszközbeszerzésre való külön keret, ami tartalmazza például az összes padot, az összes kukát, korszerű olyan kukákat fogunk a Zöldvárosba kihelyezni, amelyik szelektív, 3 fakos lesz, és teljesen külön válogatva, és szeretnénk ezt márciusba közbeszereztetni, és én bízom benne, hogy a nyári időszakra már meg lesz az új játszótér, elkészül a Zöldváros program, hiszen ott több helyszínen folynak a munkálatok, jól áll a kivitelező, és utána majd gondolkozni kell a 2021-27-es lehetőségeinkről is, hiszen bízom benne, hogy őszre már talán a pandémia elmegy, tudunk testületi ülést is tartani. Nem kell és hullámot számolni. Igen, tehát sok minden van a fejünkbe. Talán aki ott a Széchenyi utca környékén lakik, az láthatta azt, hogy ugye nem tudjuk megtartani a március 15-i ünnepséget, online lesz, és nagyon nagy köszönet a Barcs Média csapatának, hogy a tegnapi est folyamán felvették a gyerekeknek a gyönyörű szép műsorát, ott voltam, láttam. Nem tudjuk átadni és tisztességes ünnepség keretében felebatni a szobrot, de hát majd online közvetítjük, és aki arra felé járt, az látta, hogy azt a áldatlan állapotot, ami a volt földhivatal háta mögötti udvarba volt, azt a városgazdálkodás kipucolta. Ez a vagyonügynökségnek az épülete. Komoly harcot kellett azért is vívni, hogy ott egy március 15-i ünnepségre rendezett környezetbe tudjuk fogadni a városlakókat. Szeretnénk ezt az épületet átvenni,
Már többször előző testületek is nekifutottak, természetesen 0 forintért, mert olyan állapotban van, és pályázati forrásból ezt teljesen felújítani, és hozzácsatolni a kiállítóhelyhez, és ott a környéken, ahol a régi barcsi épületek vannak, hiszen velünk szemben van a Kremzír kastély, ami szintén teljesen megújult, akkor az a környezet egy nagyon szép része lenne a városnak. Ezen kívül most március végén bízom benne, hogy ki tudjuk írni a bölcsődei fejlesztést, amit 19 decemberén... Mondani akartam, hogy ez nem is 20-as történet már. Igen, ez 2019-es pályázaton sikerült másodszor átvinni a megyei közgyűlésbe, és köszönet a közgyűlési tagoknak, hogy ezt támogatták. És ha el tudjuk indítani a bölcsődei bővítésünket, hiszen ez elengedhetetlen. És nagy igény is van és rá. És igény van rá, így van, hiszen azért nem kell azt úgy kommunikálni, hogy öregszik Barcs város lakossága. Természetesen vannak idősebbeink, akikről gondoskodik a szociális otthon, az idős otthon, de a fiatalokat is előtérbe kell helyezni, és ez egy 280 millió forintos fejlesztés lesz, és hogyha márciusban letudjuk a közbeszerzést, és minden rendben lesz, akkor én szerintem szeptember-októberben már egy kibővített, korszerű bölcsödével tudjuk fogadni a kisgyermekeket. Ezen kívül szeretnénk áprilisban közbeszereztetni az úgynevezett sóraktárot, ami az Interreges projektnek a része, és szintén közbeszerzésre kívánjuk kiírni az iparterületet. Ez lett volna a következő kérdésem, hiszen erről is már többször beszéltünk. Így van, tehát ott is már úgy állunk, hogy az összes terv, a vízügyi, a vizes, a szennyvizes, a villanyterv minden rendelkezésre áll. Át fogjuk adni a közbeszerző cégnek, és akkor ő átnézi, és utána fogjuk kiírni a pályázatot rá, illetve át közbeszereztetni, és ezt is el kell indítani, hiszen ezt 22 nyarára, vagy legkésőbb őszére be kell fejeznünk. A zöld nagyvonalakban ennyi. Igen, mondani akartam, hogy ez még mindig lehetne szerintem hova eljutni. Én csak addig kanyarodnék vissza, hogy a zöldváros program kivitelezésének határideje az ez év december 31-e. Ez év vége, igen. És akkor, hogy a játszótéren a játékok is fel lesznek újítva, jól értettem? Ott azok le lesznek cserélve, mert ugye a szelektív gyűjtés és a kukákról arról beszéltünk, a padok is le lesznek cserélve, de a játékokkal mi lesz? Hogyha valaki arra járt, azt már láthatták, hogy azt az elavult ódon vaskerítés nincs, azt lebontották a városgazdálkodás dolgozói, és azt mi eltettük, mert avval egészen más tervem van annak a kerítés elemeknek a hasznosítására. Bízom benne, hogy ezt a nyár folyamán meg is tudjuk csinálni. Ez is szintén kifejezetten önerős fejlesztés lenne. A teljesen korszerű új játszótér lesz, 40 millió forint értékű játékokkal, teljesen modern játékokkal felszerelve. Itt is ki kell írni a közbeszerzést, nem tudjuk, hogy melyik cég fogja ezt megnyerni, de ennél a résznél nagyon észnél kell lenni, a 40 milliós körülbelül annyi maradott az eszközbeszerzés végén a játékelemekre. A kiírásunk alapján, amit én láttam, és amit kiválogatott a szakma, a játékelemeknél 14 darab korszerű játékelem lesz a legkisebbektől a 10-11-12 éves gyermekekig, és a régi játszóteret teljesen elbontja a kivitelező, új Európai Uniós szabványoknak megfelelő bukótérrel, meg egyebekkel felszerelt játszótér lesz, és ott nagyon vigyázni kell, hogy ne ragadjon bent pénzt, mert azt már nem lehet hasznosítani. Tehát a 40 millió forintnyi körülbelüli összeget csontra el kell költeni, mert ha bennmarad 5 millió, akkor azt már mi nem tudjuk új közbeszerzésbe meghirdetni, az visszamegy a közös kalapba.
Tehát hallottam olyan fennhangokat, akik sürgetik, hogy azonnal legyenek ott elemek. Ez nem úgy működik, hogy bemegyek a boltba és veszek egy kiló cukrot. Hát ott a milyen szabályozások, előírások. Hanem észnél kell lenni, mert minden pénzt a városra szeretnénk megnyert pályázati pénzt elkölteni, és ezért kicsit ez csúszik. De én úgy gondolom, hogy a városlakók és különösen a kisgyermekes anyukáknak ez nagy öröm lesz, amikor a új játékelemeket meglátják. Biztonságos játékokkal játszhatnak, így ugye? Ez az, ami a leginkább fontos ebben a témában, mert most olyan állapotban van egy-kettő, ami veszélyezteti a gyermekeket. És akkor a Zöldváros programban is minden zöld lesz. Hát a Zöldváros programnál ugye minden zöld lesz. Itt arra gondolok, hogy visszakapjuk a zöld felületeket. A város lakossága ugye nagyon-nagyon nagy kritikával él afelé, hogy most minden kopár. De gondoljunk bele, hogy kimegyünk egy október végén, november vagy decemberbe az erdőbe, és mit látunk? Kopárfákat. Ha valahol egy építési terület van, akkor, ahol munkagépek dolgoznak, ott utána rendezni kell a terepet. Már az ősz folyamán elkezdték a fáknak az ültetését, elkezdték a füvesítést, várjuk, hogy most nem mínusz 6 fok legyen, hanem jó idő, és elkezdődik a Hősök terén lévő millenniumi emlékmű, vagy trianoni emlékműnél lévő területnek a teljes parkosítása. Én már tudom azt, hogy milyen virágok lesznek ott, és mi lesz a lila, és mi lesz a zöld, és hogyan fognak váltakozni. De arra kérem a város lakosságát, hogy legyenek egy kicsit türelemmel. Higgyék el, hogy nagyon szép lesz úgy a Hősök terei rész, mint a OTP előtti tér, meg fog újulni, fákat fogunk ültetni. A múlt évben több mint 100 fát ültettünk el különböző helyszíneken, itt a városba. Fejleszteni fogjuk önerőből a drávai szabadstrandot is, ott is fásítunk. Védjük a fákat, mert támadnak a hódok, és még egy órát itt lehetnék, de nekem is kellene majd visszamennem dolgozni. Akkor ezeket mindig összegezve és áttekintve, mennyiben más a 2021-es év költségvetése a 20-as évhez képest, és miként értékeli ön nagyon röviden ezt a folyamatot? Én úgy gondolom, hogy észszerű, a lehetőségeinkhez képest jó költségvetést raktunk össze. Tudom, hogy vannak benne tartalékok, mert minden egyes költségvetésbe kell tartaléknak lenni. Én úgy gondolom, hogy biztonsággal fogjuk kezelni az adófizetők pénzét, hiszen sokszor megkapjuk, hogy mennyi a iparűzési adó, mennyi a lakossági kommunális adó. Higgyék azt el, hogy a lakossági kommunális adót nem azért szedjük, hogy fűnyírásra legyen pénz, hanem gondoljanak abba bele, hogy van 4 darab óvodánk, van 1 darab bölcsödénk, van a múzeumunk, a könyvtárunk és a művelődési házunk, van egy főzőkonyhánk, van a polgármesteri hivatal dolgozói állománya és van az önkormányzat. Ezekhez nekünk is hozzá kell tenni a bejövő adó forintjainkból a hozzávaló részt, és bizony ki van most centízve a pénzünk, de meg lesz mindenre. Tehát nem mindig fűnyírásra kell nekünk a 17 000 forint, sőt, nem arra kell a pénz, hanem az összes intézményünket, ami városi kezelésben van, tudjuk működtetni. És ebbe az évben a legfontosabb és a legelső helyen van az, hogy az itt dolgozó embereknek tudjunk fizetést adni, és ne kerüljenek ki az utcára. Ha ezt a 2021-es évet így tudjuk abszolválni, akkor minden rendben lesz, és bizakodva fordulhatunk rá a 2022-es évre. Hát akkor kitartást és nagyon jó munkát kívánok a polgármester úrnak és az egész hivatalnak és az önkormányzatnak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Mi pedig folytassuk krónikánkat a következő témával.
A SAS szinkron alkalmával az ország madár- és természetvédelmi szakemberei számba veszik a hazai ragadozó madarakat, legfőképp a sasokat. A munkában a Dunadráva Nemzeti Park munkatársai is aktívan részt vesznek, ami nem véletlen, hiszen a környékünkön jelentős rétisas populáció él, országos arányokat nézve a legnagyobb. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület immáron 18. alkalommal szervezte meg az országos sas-szinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását, melyet már a Kárpát-medence szerte átvettek, így egyre kiterjedtebb a vizsgálat, valamint az eredmények is árnyaltabb képet mutatnak. Környező országok is beléptek, vagy bevonásra kerültek, így egységesen lett ez a felmérés elvégezve. Ugye ez január közepén szokott megtörténni minden évben. Gyakorlatilag az adott időben Magyarországon tartózkodó nagysasok monitoringjával indult, de most már minden egyéb ragadozó madárfaj, amit akkor észlelünk, és még ehhez kapcsolódott az Alföldön a túzok felmérése is. Az idei év az egy nagyon jó év volt, talán annak is köszönhető, hogy a járvány miatt minél több ember akart, szakember is megindulni a természetbe, úgyhogy a legmagasabb felmérési terület és a legnagyobb létszám mozdult meg az idén. A sas-szinkron alkalmával az ország 24%-ára terjedt ki a megfigyelés. A nagy sasok közül hazánkban a réti és parlagi sas a jellemző. Idén több, mint 1000 réti sast figyeltek meg, de parlagi társával is körülbelül 500 példányt észleltek. Ugye a réti sasnál Somogy megyébe költ a hazai állománynak a legnagyobb része, tehát itt közel 80 pár költ a megyében, és az látszik is az adatokon, hogy az öreg madarak megfigyelése a legmagasabb volt Somogy megyében, ami azt jelenti, hogy az öreg madarak ilyenkor ugye itt tartózkodnak a fészek közelében, tehát gyakorlatilag most már ilyenkor a rétisasok kotlanak, míg mondjuk az alföldi területeken január közepén az északról érkező fiatal vonuló madarakat tudták javarészt megfigyelni. Az ivarérett példányok megfigyelése a populáció alakulása szempontjából fontos. Még a fiatalabb egyedek északról követik az ilyenkor délre húzódó vízimadarakat, addig az idősebb, már fészket rakó egyedek egész évben itt tartózkodnak. Ezen tényezők nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyenkor Magyarországon egy jelentősebb rétisas állományt tudnak megfigyelni a szakemberek. Az úgy zajlik a rétisasoknál, hogy az öreg pár az foglal egy territóriumot, egy revírt, ahol a fészkét rakja, és ahol a táplálékot megszerzi. Ő ott marad egész évben, mert kisebb-nagyobb távolságokat a téli időszakban elmehet a táplálék függvényében, de ezek ilyen 5-10 kilométeres távolságok, és amikor a fiatalok kirepülnek, nekik 5 év kell. A 6. éven lesznek ivarérettek, amikor párba állnak. És hát ezt úgy kell elképzelni, hogyha ha kirepül 100 darab rétisas fióka, abból 16-18, ami 6 éves korában ivarérett lesz. Az összes többi sajnos elpusztul. Ez általában jellemző az ilyen hosszú életű fajoknál is. Az első évben a nagytestű sasoknál a fiatalon kirepült madarak 50%-a elpusztul. Ehhez nagyban hozzájárul a táplálékszerzés módja. Gyakran előfordul, hogy a ragadozó madár iszabba ragad a vadászat során, vagy az idősebb sasok territóriumába tévedve párviadal áldozata lesz. Gyakori problémát jelentenek továbbá a villanyvezetékek, valamint a különböző mérgezések sem ritkák. Viszont azon rétisasok, melyek megérik a felnőtt kort, fontos szerepet töltenek be egy adott élőhelyen, mint csúcsragadozók. Egyrészt jelzik, hogy az élőhely az jó állapotban van. Van táplálék, vannak vízimadarak, vannak halak, tehát megvan az a táplálékforrás, amit ő fogyaszt. A másik nagyon fontos, hogy egy csomó fajnak ő szabályozza az állományát. Mondok egy példát, a rétisas fészekben sokszor van egerészőjv fióka, vagy más ragadozó madárnak a fiókája, amit ő zsákmányol. Ugye azok a fajok is védettek, ezeket mi már nem szabályozzuk, ezért van szükség egy csúcsragadozóra, aki ezt a szabályozást megteszi helyettünk. Bár az állomány növekedése a környéken folyamatos, az utóbbi években belassult. Jellemzőbb, hogy azokon a területeken jelentkezik inkább jelentős növekedés, melyeket újonnan foglal vissza ez a faj. Most már az Alföldön is azt mondhatom, hogy itt a Hortobágy, Közép-Tisza, tehát a tiszamenti területek, Csongrád megye és Hajdú-Bihar megye, ugye a hortobágyi vizes élőhelyeken, most már ott is jelentős, tehát több tucatnyi rétisas költ sikeresen, és látszik, ahogy a mi általunk gyűrűzött fiókák megjelentek
a Hortobágyon költeni. A Hortobágyon gyűrűzött fiókák már Szabolcs-Szatmár-Berekbe jelentek meg költeni, tehát gyakorlatilag a populációnak a növekedése, a régi öregek visszafoglása az tart. A rétisas az elterjedési terület egészét tekintve nem ritka faj. Érzékeny azonban az élőhelyének állapotára és az emberi tevékenységre, ezért jó indikátora a környezeti állapotoknak. Magyarországon fokozottan védett faj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke példányonként 1 millió forint. Ennyi fért e heti krónikánkba, lássuk még egyszer legfőbb témáinkat röviden. A polgármesteri hivatal is részt vesz az oltások szervezésében Barcson, a remények szerint hamarosan oltópont is lesz a városban, a vakcinát és a listákat várják a rendelőben. Az igazgató szerint nem lesz orvoshiány a rendelőintézetben, az intézet minden dolgozója aláírta az új szerződést. A külsős orvosok barcsi rendelését is engedélyezték a felettes szervek. Mégis lesz ügyelet a barcsi óvodákban a múlt héten bejelentett zárás mellett, és mától mindenütt kell maszkot hordani a közterületeken is. A várost érintő kérdésekre Kós Csaba polgármester válaszol. Felmérték a fák állapotát a Hősök terén. A vizsgálat második ütemében 14 fát világítottak át. Kivéreztetik az önkormányzatokat, vagy a közös járványkezelés költségeihez járulnak csupán hozzá a helyhatóságok? Milyen költségvetése van az idei évre Barcsnak, mik a kilátások? A polgármestert kérdeztük. Véget ért a sas szinkron. Tágabb térségünkben él a ragadozó madarak legnagyobb populációja hazánkban. Az állomány lassan ugyan, de gyarapodik. Friss barcsi krónikával egy hét múlva hétfőn várjuk Önöket a képernyők elé. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, további szép estét és jó televíziózást kívánok!